És ezután a szép dal után, amit az előbb meghallottunk, engedjétek meg, hogy tolmácsoljam Charles Michel az oldal fő támogatójának kedves és megtisztelő szavait. Ha megengeditek, felolvasom őket. Kedves Katóka! Nagyon szépen fejleszted az oldal több oldalúságát, és te Magdika és Gyugyu Géza segítségével, meg a Katalin televíziót is meg tudtátok csinálni, hogy a tagok még jobban érezzék itt magukat. Ez megint egy nagy sikert jelent számodra, és a Katalin oldalnak a számára is. Ezzel is bizonyítottad, hogy szereted a tagokat, és mindent elkövetsz, hogy mindenki jól érezze magát a Katalin oldalon. Sok szerencsét és sikert a továbbiakban is, ezért a fáradhatatlan munkádért és a Magdika, Gyugyu, Géza segítségével határok nélküli sikereket érjetek el. Ezt a tagok is fogják bizonyára értékelni. Nagyon. Kedves Michel, engedd meg, hogy ezúton is megköszönjük a kedves és dicsérő szavaidat. Valóban minden egyes ilyen szó nagyon simogatja a lelkünket, és nagyon örülünk neki, hogyha ezek valóban szívből jönnek, és tényleg mindenki így gondolja, főleg te, aki ugye ezt mindenki tudja, és ez senki előtt nem titok, hogy ez az oldal a mai napig nem működhetne, ha te egykor, valamikor, és még a mai napon is nem fedeznéd ennek az oldalnak a költségét. Mi ezúton is, és itt is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy ezért neked köszönetet mondjunk, és biztosítsunk be tégedet arról, hogy akárcsak bármelyik tagunkat itt az oldalon, mindenféleképpen elégedetnek szeretnénk látni. Ezért aztán még egyszer köszönjük szépen a kedves szavaidat!